Miért tartja fontosnak ezt a kezdeményezést? Tehát, hogy kiemelten az, hogy a gyerekek állnak ennek a középpontjában? Természetesen mindenkit aggaszt az, hogy a nagyon sok hátrányos helyzet van a világon, hogy a hátrányosabb helyzetű gyerekek hogyan boldogulnak az életben, a világban. Van, aki egészségben korlátozott, van, aki nagyon szegény. De nagyon tehetséges emberek vannak közöttük, és úgy szeretnénk, hogy úgy nőjenek fel ezek a gyerekek, hogy olyan ember legyen belőlük, amit a tehetségük diktál, és amire képesek, és amire képességük van. És hogyha ez egy kicsit is segít ebben, akkor már érdemes nekünk ezt csinálni, és érdemes ebben részt venni. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, és a médiának nagyon nagy szerepe van, nagyon nagy hatása van az emberekre, és ez nagyon fontos, hogy a TV2 ezt felkarolta, ezt a kezdeményezést. És én azt gondolom, én nagyon sokat találkozom hátrányos helyzetű gyerekekkel, hogy úgy mondjam, mondjuk a Víg Színház minden évben helyet ad a Down-osoknak. Egy nap Down-koros gyerekek járnak a Víg Színházba. De én találkozom is velük nagyon sok helyen. Én tudom, hogy van olyan gyerek, aki, hogyha a környéken járok, akkor minden előadásra eljön. Van 2-3 olyan város, ahová képes eljutni, és eljön, és megnéz, és azt a boldogságot, azt az örömöt, és mindent tud. És mindent tud az a gyerek, akiről azt gondolták, hogy ez semmit nem tud megtanulni. És ez fantasztikus, és ez számomra nagy öröm, mert verseket tanulnak, olyan szövegeket tanulnak, amelyek értelmesek, amelyekben valamiféle fontos gondolat van, és én nekem az fontos, hogy ezek a gyerekek ott legyenek, és ott is vannak, és látom őket, ahogy lelkesednek, és ahogy tanulnak, és ahogy velem vannak. Az utazásai, a fellépései során egyébként, tehát ezt a szegénységet, ezt a nélkülözést megtapasztalta-e? Tehát látta-e, hogy valóban vannak olyan területek Magyarországon, ahol nagyon komoly problémák vannak, és tényleg tehát a gyerekeknek szinte lehetősége sincsen, hogy ezekből a körből kimozduljanak, vagy abból a körből kimozduljanak. Hogy ne láttam. Volt néhány alkalom, amikor egy pályázati segítséggel el tudtunk jutni olyan helyekre, ahová különben ma már nem tudunk eljutni. Hajdanában régen még el tudtunk hozzájuk menni, amikor a világ egy kicsit olcsóbb volt. De ma nem tudunk eljutni hozzájuk, mert már az úti költséget se tudjuk kifizetni, olyan drága. És ott találkoztam én nagyon sok olyan gyerekkel, akik hallatlanul ambiciózusak, és nagyon-nagyon szeretnének előbbre lépni, előbbre jutni, és az embernek a szíve összeszorul, amikor látja, hogy hát esélye nincs rá. Esélye sincs rá, és szeretnék rajta segíteni, de én egymagam képtelen vagyok. De talán egy média birodalom, vagy egy műsor, vagy egy kezdeményezés, az meg tudja találni azokat a gyerekeket, akik valóban képesek arra, hogy előbbre lépjenek és följebb jussanak annál, mint amelyek az ottani lehetőségeiben élnek. Ön szerint egyébként, tehát mi a jövő olyan társadalomnak, ahol ugye veszni hagyjuk, vagy hagyunk nagyon sok tehetséget, nagyon sok fiatalt, aki többre lenne képes, mint mondjuk, amit a környezet által ki tud hozni magából. Mi az esélye annak a társadalomnak? Hát igen, tehát ez hova vezethet, tehát így? Hát semmi jóra. Az egész biztos, mert hát azért 10 millió magyar hogy tud elengedni akár egyet is. Akár egyet is hagyni, hogy elmenjen, hogy eltűnjön, hogy ne vegyük észre, hogy ne csináljunk belőle, hogy ne adjuk meg neki azt a lehetőséget, amire képes, hogy a képességét kibontakoztassa, hogy abból mindannyian kapunk, hiszen az mindannyiunké, hiszen az itt marad, az a miénk lesz. Ezt nem engedheti magának meg egyetlen ország, egyetlen társadalom sem, és azt csinálja okos, aki ezekre odafigyel, aki ezt hagyja veszni, és elkallódnak ezek a tehetségek, azok ki tudja, hogy kiket hagynak. Ki tudja, hogy milyen Nobel-díjas tudósokat, költőket, művészeket hagynak veszni. Nagyon szépen köszönöm.